Vendégem a stúdióban Haraszti István, Kispest neves művésze, üdvözlöm Önt! Puszi! Elcsünk néhány szót arról, hogyan is kezdődött az a művész karrierje, hogyan kezdett alkotni? Hát, körülbelül voltam vagy 8 éves. A második világháború, Csögle kis falu, ahova el voltunk menekülve a bombázás elől, és ahol éppen laktunk, ott volt egy picike kis barkácsműhely, és én oda bejáratos voltam, ilyen cséplőgép, alkatrészeket javítgattak ott meg mindent, szóval egy jó felszerelt kis műhely volt, és akkor hát én ott töltögettem a szabad időmet, és abból volt rengeteg, és hintőporszórógépet csináltam, meg különböző ilyen kis fali óra szerkezetéből, amiket hát úgy azokkal az eszközökkel, meg azokkal az én általam elképzelt dolgokkal meg tudtam csinálni. Mikor jött rá arra, hogy ez már nem csak hobbi vagy időtöltés, hanem tényleg ez hivatás az ön életében? Hát eltelt vagy 50 év, mert közben kerestem a kapcsolatot a művészettel, jártam a Dési Huber képzőművész körbe, és festeni tanultam. És egy alkalommal azt mondta nekem a mesterem, hogy Haraszti, hát ez a kép, amit behozott, hát ez egy halandzsa. Hát mondom, az. Hát egy ilyen viharos alkonyat, viharos ilyen horizont látszott, fölül sötét felhők alul, ahogy úgy majd próbálgat kisütni a nap. Szóval ez halandzsa. Hát mondom, az. Na de azt mondja, hát a művészet az nem halandzsa, hát az annak valamiről szólni kell. És hát mondom, hát nem erre valók a fényképező gépek. És hát, hogy nem úgy van ez meg minden, hát ez a Tamás Ervin volt, aki egy nagyon jó, jeles képzőművész, festőművész volt, azóta is nagyon szeretem őt, mert sokat köszönhetek neki, hiszen eltanácsolt, ez nekem elvette a kedvemet, és átkerültem a szobrászatra, Laborcz Ferenchez, és ott viszont kihúztam 10 évet. És egyszer a mesterem azt mondta, hogy hát ide figyeljen, Haraszti, ne koptassa itt a helyet. Annyi várandós van, aki szeretne ide bejutni. Szóval maga kinőtte már ezt is, és akkor álljon a maga lábára most már. A szobrászatnak is egy egészen különleges műfaját, fajtáját választott, a mobil szobrász. Pontosan ez mit jelent, és hogyan született meg az ötlet az ön fejében, hogy ilyesmivel foglalkozzon? Na most mindig úgy voltam, hogy kerestem a kapcsolatot a művészettel, de sose vettem észre, hogy én azt csinálom. Az én hobbim az volt, hogy a játékaimból a kis apró összeszedett alkatrészekből, amik egy ilyen kis bőröndben nekem gyülekeztek 1942 óta. És azok úgy mindig akármilyen körülmények jöttek, az a kis bőrönd az nekem mindig megvolt, és az mindig ott állt készenlétbe, hogy ha valamit úgy elképzeltem, vagy volt egy kis olyan időm, amikor valamivel úgy nagyon szerettem volna elfoglalni magam, akkor azt úgy elővettem, és csináltam azokat a dolgokat, amik abból összerakhatók voltak, és amiket úgy elképzeltem. És ez nagyon sok, egyszer elképzelt, egy cérna spulnizó gépet akartam csinálni. Na most hát ez cérnát spulnizni nem igen tudott, de én azokat az esztétikai formákat kerestem, amik ezekből a műszaki alkatrészekből kialakíthatók. Tehát én az egyes alkatrészeknek az egymáshoz való viszonyát szerettem ezekbe, és azért csináltam őket, és akkor különböző színekkel megfestettem őket, hogy kiemeljem, hogy ez a fontosabb alkatrész, ez a kevésbé fontos a számomra. És nagyon sokáig ezek nem szóltak semmiről. Körülbelül el kellett, hogy teljen megint 15-20 év,
hogy annak idejében a 60-as évek vége felé, tehát 70-ben, mikor volt a Holdra szállás, 68-ban, ugye? Akkor azt mondtam, hogy a képzőművészetnek is kell valami újat produkálni, hát a világ halad előre, az orvostudomány, szóval a világon minden, és a képzőművészetben meg a vászon, ugye a keretre feszítve, és akkor arra valamit ráfesteni, vagy az agyagos ládából kimarkolni egy csomó képlékeny anyagot, és akkor abból valamit megmintázni. Szóval ezt én olyan túlhaladottnak találtam a saját számomra, és ugye mivel, hogy nekem volt egy tanult szakmám, ugye, hát én géplakatosságot tanultam, és hát elég jól sikerült megtanulni annak idejében az 50-es években, úgyhogy én egy ipari tanulóiskolába kezdtem szakismeretet, szakrajzot és anyag- és gyártás ismeretet tanulni, és hát ezen keresztül ugye egy nagyfokú ilyen manuális készségre tettem szert, amit ezeknél a később ugye szobroknál föl tudtam nagyon jól használni, megtanultam marni, esztergálni, hegeszteni, meg mindent. Áruljuk el a titkot a nézőknek, hogyan és mitől mozognak ezek a szobrok, mi a titka? Hát most ez kétféle kategóriát csinálok én. Egyszer kell nekik egy kis, mind a két esetben kell egy kis segítség. Na most egyszer kell lesz te hozzá, vagy a másik, vagy a harmadik néző, aki a mentalitásának megfelelően egy kicsit éppen hozzá mer nyúlni, és akkor megpöcinti, meglöki, vagy aki egy kicsit bátrabban csinálja, vagy van, aki durván nyúl hozzá eleve. Az olyat a teremőr rögtön leszokta választani a szerkezetről, de ezeket lehet kézzel mozgatni, és akkor a térbe elkezdenek táncolni, libegni. Volt, aki úgy magyarázta, hogy ezek szexuális mozgásokat produkálnak. Volt, aki egyszerűen a gép ritmusát, a gép érdekes szépségét látta benne, és akkor vannak azok a szerkezeteim, amikbe bele van építve valamilyen kis alig vagy egyáltalán nem látható villanymotor. Ezt be kell dugni a 220-ba, és akkor vagy 12 volttal, vagy 220-szal a kis motor segítségével elmozdítok permanens mágneseket. És ezt a néző nem látja. A végeredmény az, hogy mit tudom én, egy krómacél lapon elkezdenek a golyók valami furcsa, előre ki nem számítható mozgásba kezdeni, és akkor hát ezek azt mutatják, hogy látod, a gép az tud emberi lenni, a géphez nem mindig csak izzadság kötődik, a gép tud szórakoztatni, a gépnek lehet lelket lehelni bele. És akkor hát ezeket, ahogy így csinálom, ez engem nagyon szórakoztat, és ezen keresztül én nagyon sok barátot tudok szerezni. Mert sok embernek tetszik, amit csinálok, és akkor tudom, hogy ez hasonlóan gondolkodik, mint én. Na most az utóbbi időben, hát beleértem ezt az utóbbi 20 évet, igyekszem mindig eleve konkrétan valamire fölhívni az embereknek a figyelmét, hogy én hogy látom a világot, mit látok a világból fontosnak, mi az, ami a számomra lényeges, amit érdemes megcsinálni, hogy az utókor is lássa majd. Ön nagyon sokan szeretik itt Kispesten, most nyílt meg egy új kiállítása is a Városház galériában. Volt-e itt Kispesten kedvenc kiállítása? Kispesten, hát Nagybalogban, minden kiállítóteremben volt már egy kiállításom, és nagyon szerettek Kispesten kiállítani, mert én kispesti vagyok. Hát én 75 évet itt éltem. Tehát az én számomra Kispest az a világ közepe. Itt választottam az életem párját, itt születtek a gyerekeim, itt jártak iskolába,
itt tanítottam nagyon hosszú ideig, ugye a kettes, vagy illetve a négyes intézetben, ugye a Szüllői úton. Szóval a számomra Kispest az egy olyan dolog volt sokáig a művészet annak idejében a 20-22 évvel, vagy mit tudom én hány évvel ezelőtti időszakban, volt olyan időszak, hogy Kispest letagadott engem. Azt mondták, hogy Haraszti nevű szobrász nem él Kispesten. Mikor külföldről valaki keresett, és hát csak annyit tudott, hogy valahol Kispesten kell keresni, hogy itt lakom. És azt mondták, hogy itt ilyen nem lakik. Szóval egyáltalán hát szégyeltek, mert hát tudták, hogy én az ellenzéki csapathoz tartozom, és hát ugye ez abban az időben nem éppen előnynek számított. Hát ilyen tűrt, tiltott kategóriás voltam abban az időben. De Kispest volt az első, vagy nagyon közel az első között, aki rehabilitált engem, és aki észrevette, hogy mégiscsak érdemes odafigyelni, ha már Kispestnek van egy ilyen szülöttje, és akkor hát ugye Kispest díszpolgára lettem, meg minden, és hát ugye ebből adódóan a Kispesti Helikon Társaságnak vagyok a tiszteletbeli elnöke, akiket én ugye a többi kispesti művészeket nagyon szeretek, egyetértek, és szeretem, amit csinálnak. Szóval jó itt. Mindenképpen biztos vagyok benne, hogy érdemes arra odafigyelni, és biztos, hogy Kispest egyik kedvenc művészei közé tartozik. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a sok mindent elmondhattam nektek, arany kicsi szíveim.